Szeretettel köszöntelek. Most a Cikla Lér receptjét szeretném neked bemutatni, más néven Cikla Kvász. Ez egy nagyon egészséges fermentált ital, nagyon sokáig eltartható hűtőben, naponta lehet inni, és nagyon sok jó tulajdonsága van. Nagyon sok antioxidáns tartalmaz, laktofermentált, tehát laktobacillusokat jót tesz az emésztésnek. Úgyhogy egyszerűen elkészíthető, mindenkinek szeretettel ajánlom. Veszek egy ilyen adag céklát. Pár darab, ez friss cékla, sikerült hozzájutnom. Megpucolom, de csak úgy, hogy jó alaposan átmosom. Nem kell a héját lehéjazni, leszedni a héját. Csak elég egy kefével jó alaposan átmosni. A ciklának a levelét föl szoktam használni smoothie-ba. Elteszem a hűtőbe, azért hagyom rajta ezt a kis darabkát. Beteszem egy nejlomba, és akkor pár napig eláll, és nagyon jó. Ugyanazok a jó tulajdonságok vannak benne, mint a magában a ciklában. Most jól átmosom a céklát. Bármelyik céklából előállítható, tehát ha nincs éppen ez a friss cékla elérhető, akkor lehet az öregebb céklát is használni. Legyalulom. Nagyon könnyű recept. Most igyekszem nem elvágni a kezemet. Ezt mindig problémák adódnak. Lényeg az, hogy nagy felülete legyen, és akkor a sós víz az összes értékes anyagot kiszedi a céklából. Belerakom az üvegbe. Veszek kb. 3 babérlevelet, egy kis kanál koriandermagot, egy ilyen pár szemet, édes kömény magja, szintén kellemes ízt ad neki, és nagyon sok jótékony hatása van az édes köménynek is. Ehhez a mennyiséghez, ez egy olyan 1 kiló, másfél kilónyi cékla volt. Beteszek egy egész himalájasot használok. Egy egész, hát mondjuk másfél kanál sót. Feltöltöm szűrt vízzel. Még egy kicsire szükség lesz. Lezárom az üveget, és a hőmérséklettől függően 3-4 napig erjesztem. Köszönöm, hogy megnézted. 4 napig hagytam a céklát fermentálódni, így néz ki. Még egy picit buborékok jönnek belőle, de ez nem baj, ez így jó. Leszűröm a céklalét.
sokan csinálnak másodlagos erjesztést, föltöltik az üveget, és egy evőkanál sót tesznek rá, és akkor ismét 2-3 napig fermentálják. Én viszont átpakolom a céklákat egy másik üvegbe, ráöntök egy kis céklalét, és akkor még fermentálom 2-3 napig, amíg a cékla puha nem lesz, és akkor a céklát ugyanúgy finom lesz, és meg lehet enni, mint savanyúságot valami húsételhez. A lényeg az, hogy utána lehet egy kis vizet tölteni, ha nem annyi céklalét tesztek rá, hogy ellepje az üveget. De a lényeg az, hogy a cékla víz alatt, illetve lé alatt legyen. Elég nehéz átvariálni. Nagyon egészséges, tudjuk, hogy a céklának milyen jótékony hatásai vannak. Azt tanácsolom, hogy először csak egy kisebb adagot kezdjetek el inni, és akkor fokozatosan lehet emelni. Tele van vitaminnal, antioxidánssal, természetes anyag, könnyen emészhető, ugye mivel fermentálva van, mindenkinek nagyon jó. És ugye hát a vörös vérsejt pótlásától kezdve a cékla nagyon sok mindenre hasznos. Egy kicsit lenyomkodom, hogy nem is kell plusz vizet ráönteni. Kivarázsolom még az utolsó céklákat is belőle. Kis fűszerek ott vannak. Nagyon finom, egészséges ivólé. És akkor még itt van a jó kis fermentált cékla is belőle. Köszönöm, hogy figyelted a videómat. Próbáld megcsinálni. Szükség van most a sok vitaminra az embereknek az időszakban, úgyhogy ajánlom mindenkinek szeretettel. Tehát ez lesz a kis savanyú céklám, ez pedig a céklalé, amiből mondjuk először csak egy fél decit, aztán később lehet fokozni. Hűtőbe kell tárolni. Ha nem teszitek hűtőbe, akkor folyamatosan savanyodik, és eléred, hogy nagyon savanyú lesz. Oké, köszönöm szépen, szervusztok!